Nagyértékű tableteket vettek át a legügyesebb gyerekek. A Baranya megyei Vásáros-Dombói általános iskola 8-os csapata nyerte az idei pályaorientációs kalandőrületet. A 10 órás vetélkedő során a fiataloknak online megkapott feladatokat kellett megoldaniuk. A küldetések mindegyike a szakmákat népszerűsítette. Rengeteg élményt kaptunk, illetve hát jobban megismertem csapattársaimat, mert azért mégiscsak együtt voltunk 7 vagy 8 órát együtt, összezárva. Hatalmas élmény volt, én nagyon élveztem minden feladatot volt, amin elgondolkodtunk, de a csapatmunkának köszönhetően sikeresen megoldottuk őket. A pályaorientációs kalandőrület feladatai idén a Mekkelek az Ezermester című meseköré épültek. Az operátori irodában dolgozó pedagógusok vezetője azt mondja, a diákcsapatok kifejezetten gyorsan és ügyesen oldották meg a küldetéseket. Mi úgy éreztük itt az operátori irodában, hogy pörgősebb volt az előző évekhez képest. Tényleg lehet, hogy ez a rutinnak is köszönhető, lehet, hogy ez a mese most közelebb állt hozzájuk, vagy ezek a feladattípusok, nem tudom, de pörgősnek volt, és nagyon szépen haladtunk. Televíziók Facebook csatornáján már a kezdetek 2020 óta minden alkalommal folyamatosan egész nap beszámolunk a vetélkedő állásáról. Helyszíni kapcsolások és bejelentkezések segítségével tesszük ezt. Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja azt mondja, az ilyen kezdeményezések nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az országnak ezen a részén egyre népszerűbb a szakképzés. Az elmúlt két, lassan most már 2,5 évnek a kitartó munkája, az most már meghozza a gyümölcsét. Az iskoláinkban azt látom, hogy egy más szemlélettel fordulunk a gyerekek felé. Ugye ez az a szemlélet, ami majd vár rájuk a későbbi munkahelyeken. És ennek is talán az egyik eredménye az, hogy többen vannak. A pályaorientációs kalandőrületet 2 éve szervezte meg először a Tolna megyei térségfejlesztési non-profit Kft. A cég ügyvezetője szerint ez az egyik legsikeresebb azok közül a programjai közül, amik azt támogatják, hogy minél több jó szakember legyen Tolna megyében. A mi célunk az hangsúlyozottan az, ami a feladat a Tolna megyei térségfejlesztési NKFT-nek is, hogy a szakképzés felé próbálja orientálni a végzős 8. osztályosokat, abban a reményben, hogy modern tudással rendelkező fiatalok kerülnek az iskolapadból, és adják majd a Tolna megye vállalkozóinak, a KKV szektornak az utánpótlását szakemberből. A versenyen résztvevő valamennyi diákcsapat kapott ajándékot, több külön díjast is kihirdettek ugyanis. Televíziónk a dombovári fiatalokat jutalmazta meg.